A völcség lankái között megbúvó 1700 lelkes településen az ide látogató úgy érezheti, mintha megállt volna az idő. Kakasd gazdag természeti adottságai mellett kulturális és történelmi múltja is igazán sokszínű. Ez az a hely, ahol az ember szívesen tölt időt a falu határában, és csodálja a dunántúli dombságot, ameddig a szem ellát. Ebben a tájban találkoztunk össze a táborozó kicsikkel és nagyokkal. Anyukám csinálja ezt a tábort, és én igazából csak így segítőnek vagyok itt. 4 éves kortól vannak a gyerekek, 4 és 10 év között. Hogyha elfáradnak a picik, akkor mindig a könyvtárba mehetnek be, és ott van ilyen könyvtármozi nekik, meg hogyha pedig a faluházba szeretnének maradni, ott tudnak karkötőt fonni, színezni, akkor csináltunk fababákat, pólót is batikoltunk. Hát igen, igazából ennyi, meg csináltunk ilyen pontgyűjtő füzeteket a kicsiknek, és lehet ilyen pontokat szerezni, hogyha te részt vettél egy ilyen műsoron vagy foglalkozáson, akkor te kaphatsz egy pontot, és holnap a kirándulós napunk lesz az utolsó nap, mert ugye hétfőtől vagyunk, és akkor lesznek kiosztva az érmek. Nekem igazából a batikolás tetszett, mert én már régen is csináltam, és a karkötőfonás is nagyon tetszett. Az volt, hogy a kicsik, hogyha bármi volt, mindig megkérdezték, hogy azt hogy kell, és nagyon aranyosak a picik is, mert mindig jönnek utánunk, és kérdezik, hogy mit csináljanak, úgyhogy nagyon aranyosak. Több táborba is megyek, ugye én szártornázok, úgyhogy a Ninával, a királyság, az unokatestvérem is, ugye ebéd után mindig kimegyünk, ugye a székelyháznál ebédelünk, és utána ott az udvaron szoktunk tornázni. A vidám társaság ezen a délutánon a Kakasdi Kálváriára tervezett kirándulást. Nagyon jó a távol, itt van még a unokatestvérem is, és a testvérem is, és vigyázz rám, és mi azért nem a legjobb a tábor, mert szereztem egy sebet is. 4 éve kezdődött ez a táboroztatás. Először csak a könyvtárnak a keretében, illetve a könyvtár színeiben táboroztattunk az akkori kollégámmal, néhány 10-12 kis diákkal, de aztán a következő évre kinőtte ez magát, mert nagyon gyorsan igény jelentkezett a szülők részéről, hogy valami megoldást találjanak ugye a hosszú nyári szünetbe is, hogy hogyan tudnák a gyerekeket elhelyezni. A Német Kisebbségi Egyesülettől pedig kaptam egy megkeresést, hogy mi lenne, hogyha közösen rendeznénk meg ezt a tábort. Ő nekik van hozzá pályázati forrás, minden évben pályáznak erre, és akkor így sikerül színesebbé tenni a programot, így sikerül étkezést biztosítani a gyerekek részét, a napi 3-szori étkezést kapnak, és minden évben ugyanúgy pénteki napon még egy buszos kirándulásra is mindig más helyszínre el tudjuk vinni a gyerekeket. Szerintem ez a tábor nagyon szuper, és tényleg én nagyon élvezem. Tavaly előtt is voltam ebben a táborban, és mai napon nekem a könyvtár mozi tetszett a legjobban. Szerintem ez a tábor nagyon jó. Jó foglalkozások vannak, kézműveskedünk. Szerintem nagyon jó ez a tábor. Én a mai délőttöt nagyon éveztem, mert először úgy volt, hogy mindenkit megvártunk, akkor uzsonnáztunk, és hát utána kellett ilyen rovarhotelt csinálni mindenkinek, és mikor azzal végeztünk, akkor átmentünk, és a könyvtárba könyvtármoziztunk. Mert hát az ebéd is jó volt, meg ebéd után egy kicsit szórakoztunk.